Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás február 9-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ő most kezébe veszi a dolgokat. Mint ahogy a képen látható, a jobb kezében van ez a bot. Egy új irányba tekint. A második bot ott van mellette, bal oldalon. Meg kellene, hogy érintse. Ezek lehetőségek, amit te nyújtasz számára. De ő nem meri ezt megérinteni. Fél valamitől. Vagy úgy gondolja, hogy ti egy jobb férfit érdemeltetek meg, így nem bízik magában. A harmadik pot az ott van a háta mögött, az nem érdekli, az lehet egy harmadik személy, vagy a múltja. Most betekintünk az ő érzelmi világába. Ez a kehely olyan nála, mint egy belső forrás. És itt van víz, az utal az érzelmekre. Ő hallgatni fog a belső hangjára, ő hallgatni fog az érzelmeire, és ez alapján fog döntéseket hozni. A harmadik kérdés az lenne, hogy hogy közeledik hozzád. Ezen a képen látható a 10-es szám, ami utal egy új kezdetre. Egy új periódus kezdődik kettőtök között. A képen ez a férfi mutatja, hogy milyen sok a munkája, mennyit kell neki cipelnie, emiatt ő fáradt és kimerült. Lehet, hogy tényleg így van. Persze, az is lehet, hogy ez nem igaz, hanem ő most magával van elfoglalva, mint ahogy ez az egy kehely itt mutatja. Itt az ő érzelmeiről van szó, és így akar időt nyerni, mire ő döntéseket hoz, mire ő ezt közölni tudja veled. És most megtekintjük a napi kártyát. A ravasz róka utal ravasságokra, vagy egy hazugságra. Az előfordulhat, hogy van egy személy az ő környezetében, aki becsapja őt. De az is lehet, hogy időt akar nyerni, és nem mondja a valóságot, mert fél attól, hogy ti úgy gondoljátok, hogy más nővel találkozik, holott látható itt a képen, ő visszahúzódó, és egyedül van. Tehát nem rossz indulatból mondja ezt, hanem attól fél, hogy ez nézeteltérésekre vezethet. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másik jóslást ti tudtok választani. A díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500. És gondoljatok mindig arra, egy jó tanács az aranyat ér. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!